Rövid, de jól megérdemelt vakációdat töltöd a napokban. Hogy telnek a napjaid? Igazából a családdal voltam nagyon sok időt, szülőkkel és feleségemmel, gyerekkel. Voltunk lenne a Balcsin, megmutattam neki, hogy kell úszni, de nagyon feltöltöttem ebbe a pár napba is, hogy a szeretteimmel tölthettem ezt a szabadidőt. Nemrégiben pedig a magyar válogatottal töltötted az idődet, hiszen végig ott voltál a csapattal a Nemzetek Ligája mérkőzések alatt. Milyen volt ez a 4 hét? Hát igazából tényleg akkora élmény volt, hatalmas élmény, és elmondhatatlanul nagy büszkeség volt mind a 4 mérkőzés, még hogyha nem is kaptam lehetőséget a pályán, de ugyanúgy átéltem minden egyes szituációt, minden egyes örömöt. Nyilván külön öröm volt számomra az, hogy Joe gólt szerzett. Ez tényleg még nyilván extra motivációs adott, és tényleg mérhetetlenül büszke voltam rá is, és az egész csapatra is. És ez egy egész életre szóló élmény volt, szóval tényleg most is, mikor beszélek róla, azért még kiráz a hideg, amit az utolsó mérkőzésen ott átélhettünk. Mind eredményben, mint a szurkolókkal való ünneplésre gondolok ott a végén, szóval az egyszerűen fantasztikus volt. Hamarosan megkezdődik a felkészülés, 2 terhelés lesz, hiszen indulunk a Konferencia Ligában is. Mennyire vagy elégedett a sorsolással? Igen, a sorsolás napján kapcsolatban voltam a csapattársakkal és vezetőedzővel is. Megbeszéltük nyilván a sorsolásnak ugye az eredményét, hogy melyik csapatot kaptuk. Ugye a Portugál Victoria Guimareshez fogunk látogatni, utána viszont ugye itthon lesz a visszavágó. Utána néztem azért, mert nyilván mindenki képbe van ezzel, hogy milyen komoly ellenfelet kaptunk. Azt gondolom, hogy 2 nagyon jó mérkőzés elé fogunk nézni, és megpróbálunk minél sikeresebbek lenni. Az edzőtáborban is nagyon komoly ellenfeleink lesznek, hiszen az osztrák Szentpölten mellett ott lesz a Slavia Prága, és a Hoffenheimmel is futballozunk majd. Gondolod, hogy ilyen erősségű csapatok jól szolgálják majd a felkészülést a Guimaresre? Remek erőfelmérő lesz a konferencia előtt, hogy hol tartunk, miben kell majd fejlődnünk, és nyilván, hogy milyen játékra lesz szükségünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk a kupában. Igazából nem szeretek soha sokat pihenni, szóval nagyon várom a bajnoki rajtot is, ugyanúgy, mint a Konferencia Ligát, és hát itt az elmúlt 3 évben azért nagyon magasra raktuk magunk elé azt a bizonyos lécet, vagy mércét. Remélem, hogy magunkkal szembe is tovább tudjuk vinni ezt, amit az években itt rendre hoztuk az eredményeket, és minimum azért az első 3-ban ott leszünk ugyanúgy.